Ideje témát váltani a román politikában, mondta Kelemen Hunor az RMDS szövetségi elnöke a szövetség választási programját ismertető sajtótájékoztatón. Úgy vélte, a korrupció ellenes küzdelem és az igazságszolgáltatás függetlenségének kérdése már régóta nem arról szól, mint amit a fogalmak jelentenek, csupán a politikai sárdobálás eszközei. A korrupció ellenes harcot tűzte zászlajára 2004-ben államelnök jelöltként Traian Băsescu, azóta pedig semmi nem változott a román politikában, mondta Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke, és a korrupció ma is központi téma. Ugyanúgy, ugyanazt a témát járjuk körül, ugyanarról beszélünk, és közben a világ elment mellettünk. Tehát én azt gondolom, hogy az lenne jó, az lenne hasznos, hogyha erről a román politika leszállna, leülnének az intézmények vezetői, a politikai pártok vezetői, és megegyeznének, hogy az igazságszolgáltatási kérdésekben mi az, amit nem tesz meg senki. Ha ez megtörténne, rengeteg olyan témát lehetne találni, ami valóban előre viszi az ország ügyét, és amelyek köré fel lehetne építeni a belpolitikai versenyt, tette hozzá. Románia jövőjét Európai Uniós perspektívából pedig nem azért félti, mondta Kelemen Hunor, mert megfogalmaznak időnként súlyos üzeneteket uniós vezetők, hanem azért, mert Románia nem képes felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, nem képes tervezni, nem képes kivitelezni, miközben az erőforrásokat sok esetben pótcselekvések foglalják le.